Kézzel, lábbal az angyalok felé. Terénykösség templomának harangjai már 700 éve szólítják misére a híveket. Napjainkra az országban is egyedülálló hagyománnyá vált, hogy a toronyban felcsendülő harangokat kézzel, lábbal húzza a templom gondozója, Ilonka néni, kinek családja immár több mint egy évszázada birtokolja e hivatást. Midőn megkondulnak a harangok, tudjuk, Ilonka néni az angyalokhoz szól. Hát, ahogy az eszem tudom, azóta folytatom ezt a dolgot. Szüleim, nagyszüleim mind templomszolgák voltak, és én is így folytatom tovább. A templomunk az 700 éves. Ugye látszik, hogy több stílus van összekeveredve itt a templomban. A 60-as években akkor tett arra a műemlék a kezét, és akkor lett egy kicsit alakítva. Akkor került a rózsáablak megnyitásra. Ez az András, itt tulajdonképpen a templomnak Szent András a védőszentje. Ez az András kép, ez végül is úgy került ide a déli kiáratba, hogy amikor a műemlék rátette a kezét, akkor azt mondták, hogy az oltár az egy gics, és ezt ki kell pakolni. Hát ugye ki is pakoltuk, mert akkor ugye nem igen lehetett a műemlékkel vitatkozni. Kipakoltuk, és a rendszerváltás után akkor visszahoztuk az oltárt, mert az András kép, ez az oltárnak a része. De ugye mivel visszahoztuk az oltárt, és megvan a rózsáablak, nem akartuk, hogy a rózsáablak el legyen takarva, ezért úgy oldottuk meg, hogy ide a déli kiáratba betettük az András képet, és akkor így megmaradt az oltár, a rózsáablak és az oltárnak a része az András kép. Az oltár, amin tulajdonképpen a magyar szentek vannak. Szent István, Erzsébet, László és Margit, és a két angyal. Szépapám is harangozó volt, amit végül is az évére nem tudok visszamenni, de a nagyapám az 1879-ben született, és akkor így folytatódott tulajdonképpen a harangozás, apám. Anyám az végül is beházasodott a harangozó familiába, mert az apámféle család voltam harangozó familia, és ő 70 éves koráig harangozott. A harangozás az tulajdonképpen imádságra szólít. Amikor harangozunk, ugye délbe, este, akkor az úrangyalat mondjuk. Aztán vannak olyan dolgok, ami még plusz van harangozás, mert a harangozás az imádságra szólít, elkísér és veszélyekre figyelmeztet. Három harang lakik a toronyban. Az első világháborúkor az egyet elvitték, aztán a 60-as években akkor tudtuk pótolni, és akkor azóta három harang szól. És hát itt még mi kézzel, lábbal harangozunk, mert amikor halottnak, amikor a Szent Misére harangozunk be, ugye akkor mind a három harangnak kell szólni, amikor halott van, akkor is mind a három harangnak kell szólni, és ugye mivel csak két kezünk van, hát a
volt olyan időszak, amikor itt ültünk ketten, hogy végül is meg tudjuk oldani azt, hogy a halottnak harangozunk. És akkor édesapám kitalálta, hogy oldjuk meg úgy, hogy ilyen lábbal, és akkor ilyen pedálos rendszerrel van a kis harang megoldva, és akkor leülök a harangok közé, és akkor a nagy harangot meg a kis harangot összefogom, és akkor az elindul, utána a lábammal pedálozom, és akkor a kettőt meg húzom a kezemben. Itt a környékben, Szandavarajon van még egy kis harang, amit tulajdonképpen kézzel húznak, de itt a környéken sehol nincs már, mindenhol automata van, mindenhol villanyharang van, ami azt mondják, és valóban úgy is van, hogy amikor villamosító vannak a harangok, akkor ma meghalnak. Végül is akkor nem úgy szól a villamosított harang, mint amit kézzel hozunk. Édesanyám is mindig mondta, hogy még ő él, addig nem lesz villamosítva. Ugyanígy mondom én is, hogy még itt vagyok, mert nem messze lakok a templomtól. Még a kezem bírom, addig nem lesz villamosítva.